Sziasztok, ez itt úgy fent egy játékomutató, játékteszt. A játéktár rovatban ezúttal a Deadlight című. Érdekes, egy beleget tudtam megtek, amely indie játék. Ennek ellenére nagy sikere volt. Internetes berkekben és a sajtóban is. Milyen játékkeférékről van itten szó? Hát ez gyakorlatilag egy ilyen oldal slider, ilyen akció platform játék, 3D-s háttér elemekkel, 2D-s előtéri elemekkel. Emellett igazán hangulatos játékról beszélhetünk. Az egésznek van egy olyan hangulata, amelyet csak azért ez áll, aki játszik vele. Na de ezzel a képekből és videókból is átérezhetők a dolgok. Az opciókban megszokott lehetőségek vannak viszont nagyon csekélyek, de hát mégis egy indie játékról beszélünk, tehát ezt így nézzük. Nagyon sok achievement van gyakorlatilag benne, bár itt nem mondnak hívják ezeket, de mindezek a hiányzó oldalak gyakorlatilag achievementek a naplóból, titkokat találhatunk. Tehát ezek mind olyan achievementek, amelyek azért nem mindig vannak ilyen játékokban. De ott is utassak be nektek. Hát nem is tudom, ezt bemutassam ezt. Bemutatjátok az elejét, ne ilyen átvezetők vannak a játékban. Gyakorlatilag hát abban láthatjuk azt, hogy éppen mit kell csinálnunk, illetve az, hogy milyen történet szál kapcsolódik éppen, mi az, ami mögöttünk áll, és mi az, ami elénk várható még. Az átvezetők is hangulatosak, ez a kicsit ilyen japános, kicsit nyugatias grafikai mixet keverik gyakorlatilag. Space-et tudunk ugrani, és a megszokott a VSD gombokkal menetelni. Nagyon látványos a játék, az kevesen, hogy egy indie fejlesztésről beszélünk. És az Unreal 3 engine bőrög alatt, ha jól tudom. Duplával szétrukatjuk az ajtókat. A hangatások is ütősek, az Unreal Engine játékoknál ez is erről szokott lenni. Hát láthatjátok fönn az életerőnket és úgymond a erről létünket, ha lehet így fogalmazni. Zombik ellen harcolunk, és ez egy apokaliptikus világ, ezt láthattátok a képeken is. Sokszor ilyen közeli dolgokat láthattok. Amikor közelről láthatjuk karakterünket is a túlélő taktikáit. Elve tudunk felvenni cuccokat, bekapcsolni, stb. Felfedezni új elemeket, történetrészeket. És ez mindig jelzi is a játék. Hoppá! Itt is lett volna, csak azt már főzettem. Evel pedig tolathatjuk természetesen a különböző dolgokat. Effel is előre csalogathatjuk a kedves kis zombiainkat. Ha ide jönnének. De most nem akarnak ide jönni, kedves zombiaink. Nem tudom, hogy miért. Amivel most valahogy nem akarnak odaérni a zombi barátaink, mint máskor. Hoppá, tudod, hogy baki szerintem a zombiaknak kellett volna esnie. Se baj. Bolondok. Kontroll pedig a szokásos guggolást tudjuk elvégezni. Most kicsit előbb indítottam el, de hát a hatás ugyanaz volt.
elvel ugye, vagy elvel az AVSD-be mászhatunk, és természetesen csak figyelni kell a célpontra. A francba. Egyébként a bal gombbal, jól emlékszem, azzal tudjuk lerázni a ellenfeleket magunkról. Na most szerencsére, a franc meg egy, nem tudom most mi van. No mindegy. Hát ez van. Ilyenkor láthatjátok, hogy ilyen stílusú az átvezető is. Egyébként. Amiből nem kevés van, ez egy történetorientáltabb oldalnézetes platformer, mint mondjuk a Trine 2, mert ugye van történet, de ott inkább csak így töltelékként van, hangulatkeltésként, itt komolyan szerepe van, és nem annyira humoros sem, mint a Trine. De hát ezt látjátok is. Futni is tudunk a Shift és a Show köz segedelmével. De hoztok nektek most egy másik részt. Elméletileg. És kíváncsi vagyok, hogy hol fogja vetőteni. Na, azért. Jönnek a barátaink. Hoppá. Ugye lehet így csúszkálni is. Most túl nagyot csúsztam. Furcsa az, hogy elvileg idáig még nem jutottam el. Na mi a franc van? Tehát olyan víz töltött be, amit jól emlékszem, még el se jutottam, de... It says here the highway is at the end of this tunnel. It's a straight shot to the safe point. Shannon and Lydia might even be there by now. A shift-tel tudunk csúszni. Kicsit mintha előrebb lenne, nekem úgy tűnik, de hát... Jóppá, elcsesztem. No mindegy, legalább ezt is láthatjátok. Futni kell. Nekifutásból jobban elérhetjük céljainkat. Igazából ez nagyon jól keveri az akciósabb elemeket, hisz később pisztolyunk is lehet egyéb fegyverünk. A platform és akrobatikus elemeket, mint amit a Prince of Persia-ból az egyéb ilyen stílusú platform slider játékokban láthatunk, és keveri a történet orientáltabb, személyesebb hangulatú, mindenek mellett ebben az esetben összetétebb, horrorisztikusabb hangulatú elemeket. Úgyhogy ez egy egész jó kis játék. Főleg az képest, hogy nem is a drága kategóriában van, hiszen egy indie játékról beszélgethetünk itten. Úgyhogy... Nagyon jók a hanghatása továbbra is. Itt ez most egy kacifántos, izgalmas helyzet, de megoldjuk, nem kell aggódni. Hát igen, ez végig végig mindig szüptelt rész gyakorlatilag. Vannak ilyenek is a játékban dögivel. Na, itt most valami assist kell csinálni. Jó, már értem, azt hiszem. Jajajajajaj. Óha. Hát ez gyorsan van kell. Igen, itt az időzítés is nagyon fontos, minden ilyen játék esetén. Fontos az időzítés. És ez itt is így van. Ez egyben pozitívan és negatívan egy ilyen játéknak szinte mindig, hiszen billentyűzetten nehezebb ezeket a dolgokat megoldani. Például a kokája viszont valós hatást is kelt.
töltényeket is találtunk egyébként, elsősegi csomagot, amelyekkel jó íthatjuk magunkat. És igazából ennyire nem tudtam mondani nektek. A játékról, igazán élvezetes játékról beszélhetünk, mondom, ezek a stílus keverések nagyon bejöttek, az irányítása megszokható, de billentyűzeten nehezebb, mint gameped-del, vagy Xbox controller, vagy ilyesmi, az biztos. Bár nem tudom, hogy Xbox-ra megjelent-e a játék, ebben nem vagyok biztos. Ugyanígy a hangulat az ott van, az elpusztult apokaliptikus világ itt, bár már nem egyszer láthattuk mostanában se. A zene is ehhez illik, illően minimalista, de igazán áthozza ezt a hangulatot, ezt a szomorkás túlélés hangulatot. A játékban vannak külsőbb terek, ezt részben láthatatok, de nagyobb rész talán inkább belső részek vannak, mint egy jó side platformerre illik. Emellett vannak taktikai részek, amikor ilyen puzzle-szerű elemek vannak, gondolkozni kell. Hát ez minden ilyen játékra jelent, például a Trine-óta. Még inkább. Viszont hiányoznak az ilyen fizikai részek, mint a Trine-ba, tehát a fizika aztán itt nem olyan jó. Ennek ellenére tényleg egy jó játékot veszítünk, adok is egy 87%-ot, a grafika, a hang erős, vagy audiovizuális része egy ilyen stíluson belül mindenképp a toppon van, a Trine-nal együtt. A történet is jó, hogy legalább komolyan jelen van ebben egy ilyen stílusú játékban, viszont azért hanyat esni nem fogunk a mai RPG-k korában főleg. Ami még érdekes játékban, hogy az ellenfelek ugye elég sokan vannak néha, és néha nem csak egyfajta van. De sajnos nem valami okosak, egy. Hát kettő. Sajnos sokszor szkriptelték, és hosszú távon kicsit unalmas, hogy fogalmazok, nem fél tőle van az ember, pedig azért ez egy akció platformer horroros játéknak indul. Na, de minden, ennek ellenére tényleg egy jó játék, úgyhogy mindenki próbáljátok ki, olcsó, 3-4 ezer volt áll az indulóára, most már azt hiszem 2000 is megvehető sok helyen, vagy akciók esetén még olcsóbban. Úgyhogy ajánlom nektek. Ennyi lett volna ez a kis bemutató, várható esetleg egy angol verzió, és addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!